Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses mindennapokat kívánunk önöknek ezúttal kardeváli hangulatban. Mai vendégünk az az énekes, zenész, előadóművész, aki az imént elhangzott dal zeneszerzője és előadója. Végvári Ádám. Köszönöm, üdvözlök mindenkit, nézőket, sziasztok. Isten hozott Ádi. Tegeződhetünk? Na most kivételesen jó. Ádi, te zenészként zenei pályán csináltál karriert, de valójában gyerekként egészen más vonalon indultál el. Miért? Igen, hát én vegyész vagyok tulajdonképpen, és azért kellett vegyésznek lennem. Rosszul mondod, mert zenésznek indultam, mert 6 éves koromban már édesapámnak a gitárját pöngettem otthon, ami aztán egyre jobban fejlődött, de hogy zenész lehessek, ezért el kellett menni. Azt mondták a szüleim, ma is mondják sok gyereknek, hogy valami normális foglalkozásod is lehetne, és akkor az általános iskola után. Hát én szerettem így a tudományokat, ma is szeretem, és elmentem vegyészetet tanulni. Igaz, hogy közben rájöttem, hogy én inkább a fizikát szeretem. Tehát én voltam talán az egyetlen iskolában, aki színötös voltam fizikából. És édesapádnak a szegény gitárja. Mennyire sínylette meg ezt? Az nagyon. Ugye az a falon lógott mindig, amikor gyerek voltam, és ilyen szalagok lógtak a gitár nyakáról le, ami a történet lényege, hogy édesapám is gitározott, énekelt, és akkor még divat volt az ő fiatal korában szerenádot adni. És ő elment szerenádot adni, és akkor a hölgy, akinek adta, ezek szerint több is volt neki. De főleg az édesanyát gondolom. Főleg, igen. És akkor ilyen szalagokat adtak a faternak, amit föllakott a gitár, és elég szép csokor volt. No, ezen a gitáron kezdtem el tanulni, és amikor bejött az elektromos, ez egy akusztikus gitár, és amikor bejött az elektromos gitár divat, akkor persze én is vettem egy pick-upot, hogy beletegyük, a végét ki kellett fúrni a gitárnak, és sajnos eltört a nyaka. Mai napig úgy van, de megvan még mindig, lassan 200 éves gitár. De te amúgy is gyűjtöd a gitárokat. Csak úgy megkérdezem, hogy szerenádot adtál valaha valakinek? Egyszer az anyósom. Tényleg? Némi elfogyasztott teja után, éjjel 3-kor. Nálam volt egy gitár, és mentünk haza, és a feleségem velem volt, persze együtt voltunk valahol, és a anyuka vigyázott a gyerekeimre. És én ilyen 3-kor, amikor hazaértünk, meleg nyári nap volt, ott kőbányán valahol, és előszedtem a gitárt a tagon, és adtam neki egy szerelenát, hogy megköszönjem, hogy a lányát nekem adta. A lányát már korán neked adta, hiszen úgy tudom, hogy ti a gimnáziumban... Technikum, ez a vegyész. Találtatok ott egymásra. Ő egyed alattam járt, én egy évfolyam alattam, és... Az üzemről először a lábát láttam. Háttal állt a nő. Az Ildikó. Ildikó, miniszoknyában, és ő röplabdázott, még profi röplabdás is volt a NIM esélybe, és
és nagyon komoly lábakkal rendelkezik, és aztán, megismerkedtünk. Nem tudta, hogy zenész vagyok. És hát így talált egymásra egy tini-tini lány és egy tini-tini srác. Kezdetektől gitáros énekes voltam, ugye ez is onnan jön, hogy mi Hász Gabival nagyon jó barátok voltunk, egymás mellett laktunk a Stefánián Zuglóban, és a Népstadion kert, akkor nem volt elkerítve, hát ott éltük az életünket, és én azért nem lettem csibész, mint az összes zuglói kortársam, mert engem csak a zene érdekelt. Én délután megfogtam a gitáramat, lementem, jött a Gabi, vagy nem jött, attól függ, hogy ráérte. Leültem, elkezdtem gitározni, énekelni Del Shannon nótákat, Beatles, nem, akkor mi nem volt Beatles. És érdekes módon a fiú lányok körém gyűltek, és ennyi volt az én, rosszaságom, hát hogy hangos volt a dolog, és akkor néha ránk küldték a rendőröket, de onnan, tehát énekes gitáros voltam, és nagyon örülök mind a mai napig, mert ha belegondolsz, nagyon kevés, ma is, a mai napig nagyon kevés igazán jó gitáros énekes van, mert vagy jó gitározik, és akkor áll hátul, vagy valahol, vagy jól énekel, és akkor nem akar gitározni, kevés. Akkor nem csoda, hogy szinte párbajoztak, érted, az együttesek. Ugye Metropol, Volán, Univerzál, Kati és a Kerekperez, és aztán a Neoton. A Neoton. Amikor a Neotonba kerültem, ott nagyon komoly férfiak voltak, tehát Jakab Gyuri. Amikor oda kerültem, azt mondta a menedzserünk, hogy figyeljen Végvári, magázottunk. Figyeljen Végvári, ott jobb oldalt hátul van egy hely, ott álljon oda, az kicsit terpeszte szét a lábát, mert majdnem derékig hosszú hajam volt, egy gyönyörű Gibson Firebird, igazi rock gitárom, azzal a megfelelő hangzással, és ott álljon oda, és ugye azért volt fontos az éneklés, mert a Neotonban mindig nagyon fontos volt a vokál. Azért is tetszett meg a zenekar. És akkor ott vokálozzon, nagyon nem kell énekelni, mert ott van a Jakab Gyuri maga mögött, akiből sztárt csinálunk, Pásztor Laci is énekelt nótákat, kell, hogy vár, stb. A lányok, a lények, hát, hogy ott volt a két lány, akkor ma csak kettő volt, mikor oda mentem. Tehát inkább így a hangzást kellett megkeményíteni egy picit, azt hiszem. Meg lágyítani, hát neked lágy a hangod. Na, hát én amikor oda kerültem, akkor Led Zeppelineket énekeltem. Tehát én belül nagyon rockos vagyok. Rárekesztettél rendesen? Teljesen. Hát, de az nem viseli meg a hangot? De nagyon. Nagyon, ugye? Utána sokkal kényelmesebb mást énekelni. Nagyon kemény dolgok, hogy Deep Purple. Tehát én a Volánban is, meg a Katis, a Kerekperecben is ilyen dalokat énekeltem, és igazából az úgynevezett nyugati parti rockzenét, tehát a West Coast, az igazi dallamos rockzenén azon nőttem fel, és azt szerettem. És ezt tetszett meg, azt hiszem, hogy ezt tetszett meg a Neotonban is egy-két tagnak, vagy csak akivel beszéltem, hogy eljöttek egy Kerekperec koncertre, együtt zenéltünk a Neotonnal. És de kiálltam közé, hát ott a Kerekperecben négyen voltunk. Kiálltam középre, és elüvöltöttem néhány egy-két Led Zeppelint, All Alone, Love, meg a Bevándorlók dala, nagy fejhangon kell üvöltözni. Nem is tudok elképzelni, hogy üvöltesz. Pedig, hát igen, mert aztán... De aztán így? Na most kiment a hangszóró. Lehet kompresszálni. Igen. Aha. Hát, és ugye
tudtam, hogy vissza kell kicsit ebből venni, mert nem való oda, de azért ha belegondolsz, hogy az első dal, amit énekeltem, az apám szólt, ami igaz, a Neotonban. Azért az majdnem igazi rock nóta. Apám szólt, anyám szólt. És az első olyan szerzemény, amit én írtam, az a legkisebb fiú, az is tiszta rock nóta, egy picikét lepújítva, de azért rock alap. És aztán kijött az, hogy jó megy a hangunk Évával egymáshoz, és ugye a jobb hátsó pozícióból szép lassan előre került. Előre a veszolt. És ez minden zenekarban szerintem így van, hogy próbálnak az emberek. A legkisebb fiú előre került. Így van, igen. És jött a nagy csoda, 83, igen. A 14. Yamaha Fesztivál, Time Goes By, Honey, magyarul holnap hajnalig. Senki se zene, majd hozzám melletted leszek én. Éjszakánk már nem lehet ilyen, de barátságunk védeni fog röpén. Én is érzem arcomat, sajátodat, te is féltem. Ezzel a dallal lazán megnyertétek a fesztivált, vagy nem volt olyan laza, kemény volt az a verseny? Ez akkor a legnagyobb verseny volt, zenei verseny a világon. A világ minden tájáról küldtek több száz, vagy talán több ezer nótát neveztek. Angliából, Amerikából, Kanadából, Brazíliából, stb. És bekerült a Holnap hajnalig című dal is, úgyhogy kimehettünk, ott volt selejtező. És hát első kérdés a ruha. Mit vegyünk föl, amikor ott volt a Michael Jacksonnak az egyik ilyen hátsó zeneszerzője, ott volt, tehát nagyon neves művészek voltak, akinek elég jól el voltak engedve, úgyhogy volt olyan, hogy egy zakó $1000 volt. Na most, Bonnie Tylerrel akkor találkoztál, vagy nem, később? Nem, az később volt a Bonnie Tyler. És gondolkoztunk, hogy mit tudunk mi fölvenni itthon, mi szegény magyarok, majd ott kijön. És volt egy jó ruhatervező, hogy kitalálta, hogy ilyen kicsit hajazott az ősember viseletre, ilyen természetes anyagokból, ilyen szőtt valami. Nagyon furcsa ruha volt, kivert szögekkel. És akkor fölmentünk először a színpadra, úgy nézték ezek a többi résztvevő nézte, hogy és hogy kerül ez ide, milyen ruha meg. És akkor elindekeltük a dalt, akkor most kezdték kapizsgálni, hogy itt valami nem stimmel. De akkor még a vasfüggönyön túl, ugye? Mert nagyon túl. Hú, igen, 83, igen. Nagyon túl. Akkor nagyon úgy néztek, ugye, mint az ősemberekre rátok. Igen, kicsit sajnálkozva. Szegények. Látszik, hogy igen, a vasfüggöny mögül jöttünk. Nem telik egy jobb ruhára. Igen. És akkor ugye jött az selejtező, elődöntő, döntő, és akkor megnyertük, akkor látszott a döbbenet az arcukon. Tehát beszálltam reggel a liftbe, másnap reggel a nyereség után, vagy megnyerés után, és hogy pipásak legyenek föl, egy ilyen kis aranyharangot kaptunk, ekkora harang, 24 karátos aranyból egy aranyláncon. Olyan hangja volt, hogyha most a Budafokon meg
csengetném, még talán itt is hallatszani, nagyon átható, magas, gyönyörű, csillengelő hangja volt, és hogy ilyen pipásítsam őket, fővettem reggel, így kiraktam, és úgy mentem le reggelizni. És a liftben azért sokan voltunk, ők is ott álltak, több előadó, és akkor látszott rajtuk, hogy leesett a tantusz, hogy hát ezt nem úgy kell csinálni valószínűleg, hogy ők, hanem jó, megnyertük. Jó, megnyertitek. És hát innentől kezdve ugye száguldott a karrieretek 220-szal vagy 220 fölött. Hogy apánok szeretik a magyar nyelvet, tehát tetszik nekik ez a hangzás. Nem leszek túl udvarias a hivatalos állásponttal szemben, mert én azt mondom, én voltam Finnországban. Úgyhogy azt mondják, hogy finnugor nyelvcsalád vagyunk, én szerintem ez egy butaság, mert Japánban, tehát ez nem létezik, a világon nincs még egy nyelv, ahol van CZG, ugyanazok a hangzók vannak, mint a magyarban. Kimentünk Japánba, egy kukot nem értettünk semmiből, és a második nap, mikor néztük a televíziót, meg hallottuk a beszédet, tudod, mikor úgy kezd ismerős lenni a hangzása, hogy ott is elő van a vezetéknél, hátul a keresztnév. Finnországban soha, nem tudtam, hogy mit mond, fogalmam sem volt róla. Mondjuk nem vagyok nyelvész. Finnországban az érdekes, hogy a finneknél is az első szótag hangsúlyos. Tehát amikor én kint voltam, finnül játszottam az én és a kisöcsémet, úgy kezdtem, hogy olen pokkeutonut pojaksikoszka, tahtoizin kerto a teile ereste eize mannin opere tiszta. És teljesen olyan, mint a magyar hanglejtés, nem? Nem olyan? Olyan. A hanglejtés, igen. A japán is egy kicsit... Mondjuk ott minden, ott nincs más hangzó. Tudsz valamit japánul? Otskara szabadeszta. De elfáradtunk meg. Ez is jelenti? Konnichiwa, konbanwa. Baracsöcsi túl, tehát óriási volt, mert az összes reklámot megtanulta. Már a rólatok szóló reklámot. Nem, ami a tévében ment. Azt megtanulta japánul? Igen, meg mindig a szárnyas betét reklámot is tudta. Tudta japánul. Igen. Ádi, te itthon készítettél egy stúdiót magadnak. Mikor és miért? Hát ugye mi kijártunk Török Bálintra mindig lemezt készíteni, ami nagyon messze volt, de nagyon jó stúdió volt, Európa hírű, nagyon jó stúdió. És én Zuglóban laktam mindig, és Török Bálint az nagyon nehéz volt kijutni. És akkor elkezdtem otthon minél több dolgot felvenni. Tehát először szallagos magnóra, meg milyen analóg cuccokra, és valamikor, amikor kezdett fejlődni és elérhetővé válni a komputer technika, akkor rájöttem, hogy nagyon sok mindent meg lehet otthon csinálni. És volt egy jó üzleti vállalkozásom, amihez kellett egy stúdió, és mondtam, hogy vágjunk bele. Ildikó nem ő feleségem nem örült neki, mert volt egy gyönyörű konyhánk, akkor ez a stúdió, és mondtam, hogy ezentúl ez nem konyha lesz, hanem ez stúdió lesz. Leválasztjuk egy részt, az lesz a mikrofon helység, a másik a keverő, és a konyha bent lesz a nappaliba. Na volt ott aztán, hadd el, majdnem váló perlet belőle. Igen, és ez pontosan, ez 2000-ben megépült. Előtte is voltak felvételek, de akkor komolyan rámentem, tehát most már Jézus Mária, hogy több mint 20 éve. Ádikám, én hálás vagyok neked, mert több dalomnál is bábáskodtál abban a bizonyos stúdióban, amikor vittem a saját dalaimat, a Táncolt, és hát három színdarabomnak is a
létrehozásánál, ugye te hangszerelőként is, voltam zeneszerzőként is, igen. A Dérini, a Nofretete, Csoda az élet Nofretete, hát kedves nézők, a Csoda az élet című dal hangszerelője Végvári Ádám. Igen. Én csodáltam is, hogy te hogy tudsz ráhangolódni. A Bajor Gizinő ugye egy ilyen világzene volt, a Wolf írta. A Dérinénél népzene. Jó felvételek voltak. Azt is érezted, és hát a Nofretete-nél pedig keleti hangzás. Na most, hát hogy tudtál te rögtön otthon lenni ezekben a szélsőséges stílusokban? Mindig, ugye van egy közmondás, vagy egy mondás, hogy a festményt festik, az irodalmat írják, a zenét szerzik. Ez olyan vicces, de különben tényleg arról van szó, hogy az ember minél több zenét hallgat, és van valami tehetsége hozzá, akkor átmegy rajta a sok zene, és leszűr belőle dolgokat. Egyik kedvencem a színdarabban, aminek te társzeneszerzője is vagy, a Szíveddel láss. Igen. Ördög vagy angyal, vajon ki lehet ő? Pusztít vagy tisztít, vagy ő a fényvivő? Neoton koncerteket ugyanazzal a dallal szoktátok befejezni. Igen. Nem véletlenül mondja a Kata, mert ugye S. Nagy István írta a szövegét, ezt kevesen tudják, és az volt az első Neoton dal, ami talán fölkerült lemezre, kis 967-ben, ez a Kell, hogy várj. És egy idő óta valahogy öcsi találta ki, Baracsöcsi, hogy legyen az utolsó szám minden koncerten. Úgyhogy most a Népstadiontól kezdve a sportcsarnokon keresztül mindenhol az utolsó nóta, közönség együtt énekli, együtt üvölti velünk, és ez egy nagyon-nagyon jó hagyomány lett. És megadatott nekünk az is, hogy az ősneotonos Balázs Fecó, és az új neotonos, Végvári Ádám együtt énekelhette ezt a dalt, Kell, hogy várj. Titokban sírhatsz, egy kicsit még, na jól van most már, ennyi elég. Kell, hogy várj, várj is meg. Gyakran ír, így szerezd egy kis.
Egy nagy csoda a te életedben a családod. Ádika, kevés olyan sikeres előadó művész van, aki ilyen boldog családi élettel dicsekedhet, mint te. Köszönöm. Igen, igen. Három lányod, Anita, Kata, Zsófi, unokáid hány? Három? Hat. Már hat? Hat. Nem, kicsit nem figyelek oda, már újabbak születnek. Zsófikánál beindultam. Hat unoka. Hat unoka, és abban egy fiú van. Tehát lányokkal, nőkkel el vagyok látva rendesen. És akkor még nem beszéltünk a kutyáról, amelyik nem mehet be a stúdióba. De ahhoz, hogy ez így működjön, kell egy ilyen csoda feleség, az Ildi. Több mint 50 éve? Már elmúlt 50 éve a házasságunk, most volt az 50. Azt a mindenit. Hát igen. Tudod te, hogy milyen szerencsés vagy? Amire én mindig azt mondom, hogy gyerekek, együtt könnyebb. Tehát amikor 19 éves koromban elvettem a 18 éves Indikót, és egy évre rá megjött az Anita, és de hozzá tartozik, hogy az Ildikó fizetéséből, ő előkezdett el dolgozni, mint én, az ő fizetéséből vettük részletre az első erősítőmet, 47 ezer forint volt akkor egy léni, ilyen gyönyörű, szép, nagy láda, nagy ízével, erősítővel, és ketten meg tudtuk venni, és úgy indult el a profi karrierem. Mert az kellett, erősítő kellett, gitár kellett. Tehát együtt egymás kezét fogva. Igen, igen, és sok, nagyon sok nehézségen keresztül, de úgy csináltuk meg. És én azt mondom, hogy nem szabad ezt annyira késleltetni, mert meg főleg elodázni. Ádikám, köszönöm, hogy velünk voltál, velem voltál, és ezt a nagyon fontos dolgot elmondtad, hogy együtt. Igen. Egymás kezét fogva sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb. Én szívből kívánom, hogy minél tovább fogjátok egymás kezét Ildivel, a családdal, egészségben, boldogságban, szeretetben. És kívánom önöknek is, hogy fogjuk meg egymás kezét. Jóban, rosszban, egészségben, betegségben, így az éteren keresztül. Mert együtt könnyebb. És ha fogjuk egymás kezét, akkor csoda az élet. Igaz? Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örök.